időjárás veszélyeket rejt magában. Ezek a veszélyek évszakról évszakra változnak, de bármelyik hónapban kialakulhat olyan időjárási esemény, ami anyagi kárt okozhat, sőt, akár emberéletet is veszélyeztethet. A károk megelőzése, elkerülése vagy mérséklése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat speciális előrejelzéseket ad ki. Az előrejelzéseket bárki nyomon követheti a szolgálat honlapján az alábbi linken, de különösen veszélyes időjárási helyzetben a TV és rádióadókon is megjelenik az értesítés. A veszélyjelzéseket térképes és szöveges formában is megtekinthetjük. A pontosabb megértés érdekében ezeket egymással összevetve kell használni. A térképes veszélyjelzésnek két fajtája van, a figyelmeztető előrejelzés és a riasztás. Fontos, hogy ezeket ne keverjük össze. A figyelmeztető előrejelzés olyan előrejelzés, ami a veszélyes időjárási események jövőbeni lehetőségére hívja fel a figyelmet. Azt jelenti, hogy aznap vagy másnap a légkörben van esély az előrejelzett kritikus esemény kialakulására. Ezt arra használjuk, hogy megtudjuk, hogy ma vagy holnap lehet-e olyan időjárás, amire majd érdemes odafigyelni. Riasztás esetén viszont már egyértelmű jelei vannak annak, hogy a közeljövőben, a közelünkben kialakulhat a veszélyes időjárás, vagy lehet, hogy már valahol ki is alakul. A riasztás olyan eseményekre vonatkozik, amik hirtelen veszélyt jelenthetnek. Ilyen a heves zivatar, felhőszakadás, széllökés, ónos eső és a hófúvás. A tartós nagy eső vagy havazás esetében viszont nem ilyen hirtelen a kritikus esemény kialakulása, ezért ezekre nincs riasztás, csak figyelmeztető előrejelzés. Ezeken kívül nagy hidegre, nagy melegre és a nyári fél évben talajmenti fagyra is készül figyelmeztető előrejelzés. Fontos megjegyezni, hogy a hőségriadót nem a meteorológiai szolgálat, hanem a tiszti főorvos rendeli el, aki a hőmérséklet előrejelzésen kívül más tényezőket is figyelembe vesz. A várható helyzet komolyságát a térképen különböző színekkel jelöljük. Ha a térkép zöld, akkor nincs kiadva jelzés, míg a citrom, narancs és piros színek egyre veszélyesebb szituációkra utalnak. Ha a térségünkben narancs és különösen ha piros jelzés van érvényben, akkor fokozottan számoljunk az időjárás hatásaival. A veszélyjelző rendszer bővebb leírását elolvashatják a honlapon. Ha külföldre utaznak, akkor a meteoalarm.eu oldalon tájékozódhatnak a szomszédos országokban érvényes figyelmeztetésekről is.